Köszöntöm Önöket! Megtartotta évértékelőjét Orbán Viktor, ahol reagált természetesen Novák Katalin lemondására is. Ezzel a témával kezdünk. Lássuk, hogy kikkel. Konok Péter történész, Schiffer András ügyvéd, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Honta András újságíró van itt most is. És azóta most már tudjuk, hogy majd a frakció ülésen, ugye a beszédében ő jelezte, hogy mielőbb ki kell találni, hogy ki lesz az új köztársasági elnök jelölt, a frakció ülésen valószínűleg megnevezik majd ezt az embert. Milyen volt a beszéd szerintetek? Hát egyrészt remélem, hogy a Fidesz frakciót ezt nem hátráltatja abban, hogy a NATO csatlakozást megszavazza, mert mindig valami közbe jön, és ezért ez egyre inkább húzódik. Hát szerintem ez a beszéd két beszéd volt. Igazából volt az, amit megírtak neki korábban, vagy amin dolgoztak már hetek óta, amin elmesélik, hogy Magyarországot akugyárakra fogja építeni, mármint a magyar gazdaságot, a magyar jövőt, és hát elébe kellett rakni ezt a másik e tekintetben statáriális letudós részt. Letudós? Ha nem kell írni előtt, akkor elalszik a teljes Barker bazár, vagy mi? Tehát, hogyha nem lett volna ez a botrány, és nem kell a beszéd felét kitölteni érdekesebb témákkal, akkor mi lett volna? Ez egy érdekes kérdés, mert szerintem semmi újat nem mondott arról ebben az akugyáras sztoriban, amit ne hallottunk volna korábban. De bármiről. A mondani valónak nagyjából a teljes hiánya. Hát akkor ezt megbeszéljük. Hát tulajdonképpen ez volt ennek a beszédnek a jelentése, hogy alapvetően enélkül a történet nélkül nem lett volna benne semmi. Azért általában szokott benne lenni valami, a más nem, akkor hablagy. Viszont szerintem baromi, hogy mondjam, rosszul volt lekommunikálva ez a történet. Tehát így valami emberi hiányzott az egészben. Most nem tudom igazából kinek üzenete ez a, ugye, a belső társaságnak, vagy kívülre, mindig ugye két fenekű a dob, de hogy így beszélt erről a történetről, és én ott láttam egy embert, aki képtelen bármiféle önreflexióra, ugye itt van egy óriási botrány, most függetlenül attól, hogy ő mennyire felelős, ennek a kócerájnak ő a vezérigazgatója. Nem hallottam olyat, hogy nem az, hogy bocsánatot kérek, mert ugye miért kérne bocsánatot, nem szokott ő bocsánatot kérni, bármilyen szinten az, hogy legalább együtt érzek ezekkel az áldozatokkal. Nem tudom, nekem a maga módján hiányzott, úgy gondolom, persze Orbán egy szociopata, de hogy ezt még egy szociopatának is le lehet írni. Tehát az egész, ami eszébe jutott róla, az alkotmánymódosításnál az, hogy az ő gyerekeivel, unokáival történt, akkor misznikbe vágná, meg ketté vágná, utcai harcos, ugye, de semmi. Pszichológusa vagy? Nem, én ennek az országnak az állampolgára vagyok, az Orbán meg a miniszterelnök. Úgy gondolom, hogy egy ilyen szintű botránynál a miniszterelnöknek, még ha nem is gondolja úgy, mert nagyjából marhára nem érdekli az egész történet, csak az, hogy ez rá milyen hatással van, és a hatalmára milyen hatással van, illet volna egy ilyen alkalommal ebben a történetben kifejeznie legalább az áldozatokkal való valamiféle szimpátiát vagy részvétet. Ezt nehezményezte egyébként most pont a Partizánon Dobrev Klára is. Ezt nem tudtam. Van, aki egyetlen. Zoli, egyrészt ne aggódjál nagyon a svéd NATO csatlakozás megszavazása miatt, mert ha még ezt a Fidesz frakció meg is teszi, ki lesz a köztársasági elnök, akinek azt alá kell írnia, Kövér László, és megteheti, hogy politikai vétóval visszaküldi. Hát hamar munka ritkán jó. Na de a kapcsolódva ahhoz, amit a Péter mondott, nekem nem az hiányzik, hogy most bocsánatot kér meg magába miért, mert hagyjuk már ezeket a köröket. Tehát ez is, nekem erre semmi szüksége, meg szerintem az áldozatoknak sem. Baromira őszintétlen is lenne, hiszen a kegyelem is úgy születik, hogy már van ítélet, tehát bőven túl vagyunk azon, hogy ez az ügy kibukkant. Nem. Ami nagyon árulkodó és nagyon hiányzik, nem csak a beszéd, szerintem azt le is kerekíthetjük, mert gyakorlatilag semmiről nem szólt. Ami baromira hiányzott akárcsak az elmúlt 10 nap miniszterelnöki kormányzati kommunikációjából, hogy rögtön előrongyolt azzal, hogy alaptörvénymódosítás, megkurtítjuk az elnöknek a jogkörét, tehát alá alkotmánybíróság, meg kúria, most éppen a köztársasági elnök csinál valami nem jót, és újabb törvénycsomagot terjesztünk elő. De hogy az átmenjen az agyán, hogy a magyar gyermekvédelmi, sőt általában a szociális intézményrendszerrel, az első számú probléma nem szabályozási probléma, hanem finanszírozási probléma. Most nem csak az intézmények, hanem például amíg az egészségügyben volt egy masszív bérrendezés, most már ugye pedagógus béremelésről beszélnek, a szociális szakmá sehol sincsen.
Ez egyszerűen az agyán át nem megy. És a tetejébe, az a durva, hogy nem az van, hogy most történt valami, amire eddig nem is gondoltak. A Fidesz legfontosabb kampány témájáról beszélünk, és ők már elfogadtak egy gyermekvédelmi törvényt, aminek nem volt része az, hogy a gyermekvédelem intézményével mi történt, hanem az, hogy hogyan fóliázzunk le könyvek. Pontosan, hogy én csak oda szeretem volna kiukadni, hogy az, ami ebben az esetben is vélhetően a problémát, vagy hasonló esetekben is a problémát okozza, nincs olyan jelzőrendszer, amelyik kellően érzékeny lenne ezeknek a gyerekeknek a problémáira. Ez nem pusztán szabályozási kérdés. De azért az is. És egyébként a szabályozás az nem feltétlenül a szigorítást jelenti, hanem adott esetben az intézmények felett álló embereknek adott nagyobb jogkör, ami nem feltétlenül normatív. Tehát ezek nagyon bonyolult dolgok, nagyon-nagyon könnyű vele egy manipulálni, és nagyon nehéz elválasztani. Tehát hogy az a helyzet, hogy amikor például 2011-ben jött először jelzés, akkor leküldtek egy főosztályvezetőt Bicskére. Aki ugye egy körbenézett, mert hogy annyi volt, hogy gyerekek vicceltek egymás között. Aztán az egész pakkot átrakták az ORFK-ra, amit tudtak vele csinálni. Most az a helyzet, hogy tényleg az van, hogy egy pedofilból nem úgy lesz pedofil bűnelkövető, hogy beszabadul egy helyre és elkezd erőszakoskodni, hanem ez egy folyamat. És ugye ez a folyamat, az megegyezik a jó nevelőnek a magatartásával. Tehát, hogy ugye testérintés, simogatás és a többi. Ha ezeket normatívan kizárod, akkor a gyereket attól fosztod meg, amiben egy családban felnőtt gyereknek van. A testi intimitástól, a biztonságtól, a szeretettől. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz téma, olyan hozzáértő egyébként ebben igazad van megfizetett emberek ellenének, akiknek jogukban áll, a jogszabályokon túlmenően szigorúnak lenni, intézkedni, pszichiáterhez küldeni de mindegy, elkanyarodtunk az évértékelőtől, mert történetesen... Ami nem baj, és bocsánat, csak hagyd tegyek hozzá egy kérdést, hogyha itt ugye már szó van arról, hogy új gyermekvédelmi törvénycsomag, és az a kérdésem, hogy nem látjátok-e annak a kockázatát, hogy egyrészt megint egy sicsúty összerántott törvénycsomag kerüljön oda, amit elfogadnak, és lehet, hogy nem lesz foganatja. Másrészt, hogy ez nem egy olyan topike, ahol elindulhatna egy érdemi szakmai társadalmi, akár politikai párbeszéd, most azért számokkal dobálózik az ellenzék, az LMP 9 pontos, a DK 10 pontos törvénymódosítást kezdeményezni a gyermekvédelem, csak pont egy olyan ponton vagyunk, ahol lehet, hogy meg kellene hallgatni a másik felet. Hát itt nem hiszem, soha nem volt rá igény, hogy szakmai párbeszéd, tehát van rá kormányzati igény, hogy szakmai párbeszéd indulna be. És társadalmi igény van, majd beszélünk a tüntetésről. Társadalmi igény, és egyébként a maga módján leszűkült most. Valahol leszűkítő hatása van ennek a konkrét pedofil botránynak is, mert a figyelem egy nagyon fontos dologra irányult, de általában a gyermekvédelem helyzetével például kevésbé van foglalkozva, és van itt például egy nagyon-nagyon durva történet, ugye Magyarország az Európai Unión belül a gyermek prostitúció áldozatainak mintegy a felét adja. Ez érdekes módon ebből az egész történetből kimarad. Tehát ez hosszú évek óta így van, hosszú évek óta tulajdonképpen nem vizsgálja ki senki, ez egy komoly infrastruktúra, egy hatalmas üzlet. Milyen adat? Több ilyen adat van Európai Uniós felmérés is, van az ECPAT-nak, ez a gyermek prostitúcióval foglalkozó eredetileg távol-keleten vizsgáló, hogy hívják ezt magyarul? Nem kormányzati szervezet. Erre vannak komoly felmérések, több mint a fele, tehát 50% feletti adatok jöttek ki. 2018 és 2020 között végezték a felméréseket, hozzáférhetők egyébként az adatok az interneten. Szerintem a maga módján egy sokkal nagyobb léptékű történet, és itt már sokkal inkább gondolhatjuk, hogy vannak olyan hálózatok, olyan összefonódások, amit egyébként látni vélünk az egyedi esetekben. Persze, de ez most nem egy ilyen ügy jött ki, tehát ezeket a gyerekeket... Hát ez az. Csak nem, meg ugye másrészt, azon is lesz vitám, hogy a tüntetések azt mutatták, hogy a társadalmi igény az a gyermekvédelemre irányulna, szerintem ellenzéki tüntetések voltak, de erről beszéljünk egy körrel később, mert mondanék még valamit, ez is az időmúlásról szól. Hogy tudnélik, azt számolgattam, hogy K. Endre kávé mostanában szabadulna. Mostanában szabadulna a házi őrizetből, ebből a reintegrációs őrizetből. Mert ugye tavaly áprilisban kapott kegyelmet, hogy ne a kifli futár hozza neki, hanem kimehessen személyesen megvenni a dolgokat. És hogy tavaly április óta tudja azt Novák Katalin, vagy tudni véli,
meg Balogh Zoltán, hogy ártatlanul ítéltek el egy embert, mert az ő magyarázatuk ez a tetejébe, a kegyelmet teljesen félreértve. És azt se tudjuk, hogy ők honnan tudják, tudták akkor, hogy ártatlan, és mit tudtunk meg most, ezért mondom, hogy nem a gyermekvédelem, mit tudtunk meg most, hogy mégis bűnös? Honnan tudjuk, hogy K. Endre bűnös? Azon kívül, hogy a sajtó jogerős ítéletből kapott. De oké, de a jogerős ítéletre adekvát válasz a kegyelem, mert az nem az ártatlanságra osztják. Zoli, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, ez most nem a évértékelő. Novák Katalin, ez nem érdekli úgyse az Andrást. Novák Katalin, ha valahol súlyosan hibázott, az pontosan ez a szerepfelfogás. Most mondom. Egy államfőnek, nem a feudalizmusban vagyunk, nem az a dolga, hogy negyedfokú bíróságot játszon. Neki nem az a dolga, hogy megítélje, hogy az az ítélet az helyes vagy helytelen. Balogh Zoltán tökéletes szereptévesztésben volt, hogyha ő tanácsadó püspökként elkezdte elemezgetni az ítéleteket, semmi köze hozzá, nem csak neki, az elnöknek sem. Ő neki azt kell megnézni, van-e olyan személyes körülmény, Ádernél ez a kizárólag a börtöntűrő képesség volt, van-e olyan egyéb erkölcsi szempont, olyan tett, amit a bíróságok nem mérlegelhetnek, vagy nem mérlegelhetnek vagy kellő erővel? Az igazságszolgáltatás működése a Budaházinál, azt láttuk például, hogy nagyon régóta elhúzódik. Na de a Budaházi ügyben is, illetve ott is, én ott is nehezményeztem, hogy az elnök asszony nem indokolt. Igen. De a Budaházi ügynél is a mögöttes indokolás az nem az volt, hogy rosszak az ítéletek, hogy nem értünk vele egyet. Kit érdekel, hogy egy elnök egyetérte a független bíróság ítéletével? Az volt például, igen, hogy körülbelül annyi ideje folyik ez a nyomorult eljárás, mint amennyire a legsúlyosabb. Igen, tehát jogon túli igen, szempontokat kell figyelembe venni a kegyelemnél, igen, és nem eljátszani a negyedfokot. Csak hát ezt a jogon túli szempontrendszert, ezt valamilyen módon csak nyilvánosan lehetne csinálni, mert hát az elképzelés, hogy milyen jogon túli szempontrendszerei lehetnek a köztársasági elnöknek, aki egyébként ugye a magyar nép kvázi képviselője, sokkal inkább, mint a miniszterelnök, a szimbolikus képviselője, az úgy gondolom, hogy közügy. Most nem azt mondom, hogy nemzeti konzultációt kell. Nincs indok. Tudom, Gulyás Gergely elmondta, hogy azért nem nyilvános, mert nincs. Igen, mert ezt mondom, nem nemzeti konzultációval kéne intézni nyilvánvalóan, ön kívánja el, hogy X Gézát szabad lábra helyezzük, aki ezt és ezt követte, de valamilyen módon társadalmi egyeztetést igényelne, mert mi lenne? Tehát attól félnek, hogy ők mondjuk ott van a Barabás, az egy rendes rabló haverunk, ki akarjuk engedni, és akkor megkérdezik az embereket, hogy Jézust kiáltanak? A Párbeszéd elnöke, Péter. Nem arra a Barabásra gondoltam. Melyik elnök? Igen, egyébként, nehogy szakadjanak. De nem, Péter, egyébként én részben ezt látom. Társadalmi. Nem a Barabás Jézus helyzetet itt ebben a szempontban, mert akkor megint kapni fogok, de hogy az a fajta tömeg lélektan, ami le van például a novellában írva, az határozottan működik. Én nem értek egyet azzal, hogy hihetetlen nagy társadalmi igény van jelen pillanatban a gyermekvédelem kérdéseinek megbeszélésére, és plusz két szakpszichológusért tüntetnek itt meg ott. És változatlanul máshogy látom a botrányt is. És most látszik igazán, például az évértékelő fényében, hogy simán fedő alatt tudta volna tartani a Fidesz ezt az Orbán Viktor és a kommunikációs gépezete ezt az ügyet, ha akarja. Ebből február 8-án a miniszterelnök csinált jóval nagyobb botrányt. Kellemetlen lett volna a Fidesznek, kellemetlen, de elsősorban Varga Juditnak. Akkor is már ezt mondtam, mert egy mondatot megvágva kiemelnek tőlem, hogy ez ugye az európai parlamenti listavezetés miatt, miközben a Fidesz megy Brüsszelbe, Brüsszeltől gyermeket védeni, aközben az a listavezetője, aki elejegyez egy pedofil bűncselekményt elkövető valakinek a bűntársát. Ez kellemetlen lett volna. De önmagában ez a kérdés kezelhető lett volna a tábor szempontjából. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, mind pénteken, mind szombaton a kormányinfón és az évértékelőt. Maga dramatizálta a helyzetet a két főszereplő, a Gulyás kancellária miniszter és a miniszterelnök. Soha nem mondott Orbán Viktor olyat, hogy népfelháborodás, le kell csendesíteni, hát mindig bagatelizálnak. Ők korbácsolták tovább, ugyanis nem ment át a táboron még. Ezért is kamu például az összes olyan sajtóhír, hogy a Fidesz mért, erre van. Nem is lehet mérni két nap alatt, de hát önmagában a botrányok át sem csorognak még a társadalmon, legyenek bármekkorák. Egyszerűen a harci lázat, hogy mi, amikor hibázunk, ugye, ezt elkezdték az első percben nyomni, mi, amikor hibázunk, annak van következménye, Bezeg Gyurcsány.
Ja, ez az. Most előre Péter, szaladtak. Péter, egy picit várja, mert csak ez a, ugye most, a, amit nagyon hirdetnek, és egyébként a Budaházival fogom párhuzamba venni, hogy mindenkinek nagyon borzalmas legyen, ugye ez a Fekete Győr. Hogy bezzeg a Fekete Győr nem mond rá. Ez megvan? Hogy ugye 2018-ban ő eldobott valami füstgyertyát, és 2024-ben tartunk ott, hogy majd egyszer lesz jogerős ítélet erről, de most mondjon le a mandátumáról. Most biztosak vagyunk abban, hogy egy 2018-as dobálózást azt most egy mandátum elvétellel kell megbüntetni? Tehát, hogy ez bármilyen szempontból adekvált? És biztos vagyunk abban, hogyha valaki felveti ezek után, hogy talán az igazságszolgálat menetében van némi helyre pofozni való, akkor arra az a válasz, hogy bírói függetlenség? Mert azt se csináljuk már, hogy a kritika koherens. Tehát az a helyzet, de hogy ez ami... Szerintem ez egy generális baj. Igen. Nem, csak itt nem arról, egyrészt szerintem nem lehet összemérni, és teljesen abszurd összemérni egy füstgránát eldobását, amit egyébként egy politikai protest akció keretében történt. Te szereted ezeket? Én amúgy szeretem, igen, és nekem ezzel semmi problémám nincsen, de ettől függetlenül nem lehet összemérni az én személyes preferenciámtól azzal, amit a bicskei gyerek otthonban csináltak, illetve amit ott elpróbáltak tusolni. És én tényleg pont ellenkezőleg látom, András, én azt látom, hogy a Fidesz nagyon váratlanul érte ez a történet, ugye ez ott lappangott, valószínűleg kevesen tudtak róla, és ahogy kirobbant, előre kellett rohanniuk. És egy kicsit így elő a farbával, mint amikor annak idején az Antal belengedte, hogy nem sokára, holnap után jönnek az ügynöklisták, és nyilvánosságra kerülnek, és a Csurka végül nem bírta tovább, és összeomlott, és azt mondta, ügynök volt. Éter, én nem akarok ugyanezt csinálta most az Orbán. Nem akarok ezzel kapcsolatban hosszas vitát nyitni, nem is veled bármikor vitatkozom majd itt műsoron kívül, mert nem akarom, hogy elvegyük a műsoridőt ezzel, összes többivel, hogy akik azt gondolják, hogy botrányok döntik meg a Fidesz, legyenek bármekkorák, ha azt gondolják, hogy lecsúszik Szájer József az Eres csatornán, ami egyébként, hogy is mondjam, volt. Pikánsabb, jobban mémesíthető, és a többi, az karcol bármit, nem ezeken múlik. De én ezzel kapcsolatos vitát befejeztem, ők tudják jól, nekik van igazuk, morális forradalom van, hogy ne, természetesen, meg most tényleg megijedt Orbán, nem akarok vitatkozni a fantasztikus cikkszerzővel, tessék? Megbukott. Az nem volt, de az, hogy tényleg megijedt, az volt, rendben, ők tudják jól, tiszta szerencse, hogy soha nem rám hallgatott az ellenzék, mert ha ez így lett volna, akkor még mindig Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, talán még kétharmad is volna, nem ez történt, hál' Istennek, ők tudják jól. Én befejeztem. Finoman szólva nem vagyok az Orbán, de valóban azt látom, hogy a rendszer megijedt. Nem azért ijedt meg, hogy botrány lesz. A botrányokat tudják kezelni. Azért, mert egy ilyen szinten, ilyen jellegű történetben egy nagyon könnyen dekódolható sztoriban lett a botrány, amit egyébként az ő táboruk egy jelentős része is úgy dekódol. Igazából nem tudták eladni a saját narratívájukat. Marha nehéz is ezt ebben a történetben eladni. Miért gondolod monolitnak a hatalmat? Olyan témában, aminek ők ágyaztak meg, egy olyan témában, amit ők lihegtek, úgy teljesen hazug módon. De van ők, én nem, a kormányról és a hatalomról beszélek. Hogyne lenne? Miért gondolod, hogy a hatalom monolit? Mert a hatalom ebből a szempontból, ahogy ezeket a narratívákat megfogalmazza, ott monolit. Hogy milyen belső harcai vannak, hogy a Fidesz valóban szerintem, hogy a NER úgy fog megbukni, hogy felzabálja saját magát, a fülkeforradalom megeszi a gyermekeit, ez eléggé valószínű. Nem az ellenzék fogja megdönteni, ebben egészen biztos vagyok. Valamit kicsit én azért reménykedem, hogy valamilyen szintű népmozgalom, civil mozgalom fogja elősegíteni a bukását, de alapvetően az fogja megbuktatni, hogy ezek egymás torkának fognak esni. Szóval, ez egy dolog. Egy és másik szint a kommunikációjuk szint. Szóval, András, én annyiban vitatkozom csak veled, hogy maga az, hogy egy pedofil ügy, vagy egy ilyen pedofil ügy bukik ki, ami nem pusztán a köztársasági elnököt, meg az igazságügyminisztert, hanem az egész fideszes brandet besározza, ez nem pusztán abból a szempontból, hogy mondjam, ellenjavolt Orbán Viktornak egy ilyen ügy, vagy hogy fogalmazzak finoman, hogy most éppen a tábort mennyire járja át, vagy hány százalékponttal esik most. Ők ebből a témából akarnak furkos botot használni az ellenzékükkel szemben 21 nyara óta. Hogyan fog a következő hónapokban föllépni ezzel a témával, akár itthon, akár Brüsszelben Orbán, hogyha közben itt van a háta mögött egy ilyen ügy. Miközben azt továbbra is gondolom, amit a múlt héten már elmondtam, hogy menet közben szerintem egyrészt
Orbánnak azt a képességét természetesen nem szabad lebecsülni, hogyha van egy krízis helyzet, azt zseniálisan tudja maga javára formálni. Kettő, az, hogy ő végül is megszabadulhat attól a köztársasági elnöktől, aki láthatóan főleg külpolitikában már nem feltétlenül az ő akarata és iránya szerint mozgott. Szerintem ez nem feltétlenül jött rosszul. Nem csak erről van szó, András. Egyfelől egyébként szerintem ez utóbbi állításod így van. Szerintem ez megállja a helyét. Az, amit te mondasz a Furkósbotról és a gyermekvédelemről, szerintem Varga Judit esetében volt először kérdés. Köztársasági elnököt némi presztízsveszteséggel ebből ki lehet menteni, de a presztízsveszteséget se bánta volna a Karmelita. De itt nem csak erről van szó, nem csak személyi problémák vannak, hanem strukturális gondok. Időről időre át kell rendezni a szisztémát, mert különben ellustul. Egyébként ezt látjuk, 2022-t, a negyedik kétharmadot úgy vette a derékhad egy jelentős része, hogy hát itt most már nincsen semmi csoda, csinálhatjuk a dolgunkat, lazul a fegyelem, lehet helyeskedni a túloldalra és a többi. Időről időre dolgozni. Kell teremteni olyan krízist, amely azt mutatja, hogy ez nincsen így, megüthetitek a bokátokat, harc van, bánthatnak minket, ha hibázunk, kihasználják, és így tovább. Csak itt egy olyan, a rotációs mechanizmus működik, de van ebben egy üzenet befelé is, és az üzenet az, hogy nem fogunk minden esetben kiúzni benneteket ebből a katyvaszból. És ez viszont erodálja az egész történetet. Ez, Péter, azért, mert nem az üzemszerű működés része volt a katyvasz teremtése. Amikor egy fideszes, az a rendszer... Amikor egy fideszes a rendszernek lop, egyszerűen fogalmazok, akkor az az akció, ahogy Balogh Zoltán a hírek szerint becsusszantotta ezt az ügyet, az láthatóan, pláne ha igaz, hogy Varga Judit eredetileg nem is javasolta a kegyelmet, de utána mégis aláírta, az a tétova toporgás, amivel nem tudta a saját propagandájuk sem, hogy mit kell erre mondani, az nekem azt üzeni, hogy egy olyan katyvaszból nem mentették ki őket, ami nem a rendszernek a sajátja volt. De picit a másik oldalról is hadd mondjak valamit, amit mondtál, hogy hát, ha ezáltal lesz kormányváltás. Ez egy nagyon... Ezt nem mondtam. Akkor azt mondtad, hogy hát, ha ilyen módon lesz kormányváltás. Nem, ezt sem mondtam. Azt mondtam, hogy hát, ha megbukik, felzabálja magát a rendszer, hogy kormányváltás lesz-e, az... Tehát... Ez maga a rendszer, ez a mondat. Jó, tehát azt akarok, annyi az állításom, hogy a forradalmár az nem egy mellékállás. Tehát a rendszer akkor fog megbukni, hogyha lesznek dedikáltan olyan szereplők, akik helyette jönnének. De jó lesz. Ebben reménykedik a rendszer is, tehát az utolsó mencsvár, nem az utolsó, nem tartanak még az utolsó mencsvárnál, de alapvetően az erejük és a stabilitásuknak a garanciája per pillanat az, hogy gründoltak maguknak egy olyan ellenzéket, ami lefoglalja azt a térfelet, onnan bármiféle komoly rendszerkritika érkezhetnek. Elfulasztja, becsatornázza, így van, magába veszi. Persze, hogy a rendszer része, erről beszélek. De akkor miért beszélsz úgy, teljesen igazad van, amíg nincs alternatíva, és amíg mesterségesen elő van állítva az a szituáció, hogy ne is lehessen alternatíva, addig ezek csak megrengethetik az egészet, de erodálják. Nem lehet visszatérni szerintem most a status quo antéhoz, és nem is fognak tudni visszatérni, pont azért részben, mert egy olyan sztereotípiát terítettek ki, és ez főleg egyébként érdekes, mondom, a legjelentéktelen tűnő Baloggal kapcsolatban, ami az összefonódások, a hálózatok, a mutyisága, az egyébként általam nem szeretett maffia metaforára utal. És ezt szépen erőteljesen megerősítették most kifelé magukról. Egyébként Balogh, én úgy emlékszem, hogy úgy nyilatkozott, hogy nem ő javasolta, hanem ő csak azt javasolta, tehát nem ő terjesztette be, hanem ő csak azt javasolta. Nem, mert azt a miniszter... Persze ezt megoldotta, mert ugye ő nem javasolhat. Persze, mert azt rendezi a törvény. Annak örülök, hogy egyedül azt nem mondta, hogy a fő főnökétől tudja már, mint Balogh Zoltán, hogy ártatlan. Ennek örülök, ezt nem mondtam. Innen melyik főnökét? Rövid szünet után. Pénteki tüntetést már érintettük, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel folytatnánk, ami egyébként csak pár órával később kezdődött, mint hogy Balogh Zoltán ugye végül lemondott az elnöki tisztségéről, és több hangot hallok ezzel kapcsolatban, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Egyfelől azt mondják, hogy ez végre egy soha nem látott társadalmi megmozdulás volt, amit influencerek és youtuberek kezdeményeztek, és akkor itt
dobálóznak a számokkal, 100-150 ezeren, többségében egyébként fiatalok kimentek egy közös ügyért. A másik oldalon viszont azt hallom, hogy rettenetesen csalódottak az emberek, mert hogy itt kormányváltásra készültek, és az ellenzéknek itt ebben még jobban bele kellett volna állnia, és igazából nem történt semmi. Ti hogyan értékelitek a pénzt? Nekem mind a kettő megvan már. Úgy értem, hogy amikor kimentem, akkor sokkal nagyobb elvárásaim voltak. De mivel szemben? Én megmondom őszintén, most akkor adok persze a Mandinernek ilyen vizét. Én azt reméltem, hogy azért oda megyünk a Lendvai utcához, és akkor lesz egy kis akció, meg hogy tényleg valamilyen módon az, hogy a népharag azért túlmegy azon, hogy meghallgatjuk a beszédeket, aztán utána szól a himnusz, és mindenki szépen hazamegy. Megunják, hazamegy. Megunjuk, és hazamenjünk. Ebben az értelemben most nem az, hogy vér folyjon az utcán, hanem az, hogy legyen valami kézzel foghatóbb manifestációja annak, hogy rohadtul dühösek. Azt én tudom, én mindig abban reménykedem, mert engem annyira nem érdekelnek se a beszédek, se a szónokok. Én a tömeg hangulatában és az éppen adódó társadalmi dinamikában szoktam reménykedni. Ilyen szempontból egy kicsit csalódott voltam. Ugyanakkor ahányan összejöttünk, ez szerintem szempont, bár nem szeretem a számháborút, tényleg nagyon-nagyon nagy tömeg volt, rég láttam ekkora tömeget, bár utálom a tömeget egyébként, de vannak jó tömegek, meg rossz tömegek. Nem vagy egy egyszerű ember, te Nem, nekem nagyon nehéz a kedvemre tenni. A hangulata az egésznek, meg hogy mondjam, pont ebben pirinckázott a szónokok, és a szónoklatok szerintem többnyire viszonylag gyengék, vagy középszerűek voltak. Nagyon jó volt szerintem a Pottyondi, ebben majd az Andrással nem fogunk egyetérteni, szerintem ő kiválóan tudott játszani a tömeg hangulatán. Tulajdonképpen nem volt rossz, sőt egyáltalán nem volt rossz az Azariának a szövege, csak nekem egy kicsit az olyan fura volt, amikor így egyrészt mondta, hogy köszönjük, hogy eljöttetek, ő meg nem jött el. Másrészt meg hát ugye az egész úgy volt meghirdetve, hogy most akkor az influencerek kilépnek az online térből, és hát ő mégiscsak benne maradt az online térben, de ez tényleg... Nem volt itthon. Értem, ez egy részletkérdés, azért abban a rövid beszédben legalább egy mondat erejéig mondjuk erre kitérhetett volna, hogy miért van ez a furcsa helyzet. Egyébként tök lényegtelen ilyen szempontból. Úgyhogy nekem nagyon vegyesek voltak az érzések. Mentünk hazafelé, és úgy hallottam, úgy éreztem, hogy tényleg nagy tömegben mentünk hazafele, hogy nagyon sokan vannak ezzel így, hogy részben többet vártak, részben viszont ez egy kicsit azért mégiscsak más volt, mint az a rettenetesen unott táncrend már, ami az elmúlt pár év tüntetéseiben volt. Nem tudom, úgyhogy ebből, hogyha ez az egész napi renden lesz tartva, hogyha valóban vannak olyan jellegű konkrét követelések, amik tulajdonképpen politikaiak, de nem a klasszikus politikában mennek, hogy mondjon le, meg nem hagyjuk, mert ez baromi unalmas, hanem például az, hogy átfogó vizsgálatot követelni ebben az egész gyermekvédelmi rendszerben, de nagyon átfogót. Szabad ország, szabad oktatás. Jó, figyelj, van egy csomó szlogen, én annak idején mindenféle a szlogeneket kiabáltunk Berlinben, máig, ahogy ti a nem Fradi, minek drukkoltok, a vasas indulókat tudtok énekelni, én úgy elmondok nektek 20, de bár azt szerintem azokat te is tudod, különféle német tüntetési szlogent bármikor a felébresztenek éjszaka. Nem erről szól a történet, nem a szlogenekről szól, nem a vezető, nem arról szól, hogy új vezetők vannak, vagy új messiásokat találunk magunknak, mert itt egyébként iszonyú messiás keresés van. Tehát ez szerintem elég ártatlan megjegyzés volt tőlem, ez az Azáriára vonatkozó, de hát amit én a nyakamba kaptam, és még fogok ezután is kapni, az nagyon durva. Most már lábjegyzetet fűz az eddigi tüntetésük. Nem, mindig te szoktál ilyen tök hosszan beszélni, most én voltam ott, nem voltál ott, élménybe számolót tartok. Péter, nem a hosszal volt a probléma, csak a közepén megfordultál. De a következő helyzet, szerintem, nézzük sorba, egyrészt szerintem pontosan megcsinálták azt ezen a tüntetésen, amit ígértek. Tehát értem a te vonatkozó elvárásaidat, de ott az történt, amit meghirdettek, hogy oda mentek ezek az influencerek, elmondták, amit el akartak mondani, pénzt is gyűjtöttek, ha jól értem, most már két... Az egyébként az nagyon jó. Szerintem az tök jó. Igen, tehát hogy ez igazából megtörtént. Azt nekik kell eldönteni, hogy most ők egy ügyre koncentrálnak, mint amikor egy szakszervezet béremelést akar, vagy amikor különböző pártok, mozgalmak. Például azt akarták, hogy ne legyen olimpia, illetve legyen róla népszavazás, ami ezzel egyenértékű lett volna, hiszen leszavazták volna, vagy pedig belépnek a politikába. Az utóbbinak is értem, miért érzed azt, hogy relevanciája lenne. Ugye nagyon röviden annyi a története ennek, hogy 19-ben az önkormányzati választás idején az ellenzéki oldalon volt egy előny abban, hogy az online térben ők ez a lényeggel, meg az akkor guruló dollárokkal hogyan tudtak jelenlétet vásárolni.
A Fidesz ehhez nem csak fölzárkózott, hanem meg is előzte őket a saját influencereikkel. És amit te érzel, hogy be kéne lépni, és az amerikai nagykövet is érzi, hogy be kéne lépni az ellenzéki oldalon is ebbe a térbe a már meglévő influencereknek, akik egyébként erősebbek is lennének. Nem, megír olyat tulajdonítasz nekem, amit nem mondtam. De miért? Nem ezt akartad? Pont az érdekes, vagy az volt az egyik fontos üzenete ennek az egésznek, hogy elhatárolódtak az ellenzéki tértől, és nem vállalták fel az ellenzéki térnek szokásos nyűgécs nyilait. Nem csak attól, hogy a pártok ugye, ne legyenek volna, legyen ott egy. Én nem tudom, valamilyen módon, alig hanem leváltani szeretnék ezt az ellenzéket, ami egyébként baromi ideje lenne, hogy ezt az ellenzéket, ami NER része valaki leváltsa, és ilyen szempontból nekem ezek az üzenetek baromi jól átjöttek. Tehát az, hogy ne pártembereként legyünk itt, valaki még azt is mondta, szóval. Valamelyik egyébként szerintem elég középszerű beszéd, hogy emberek legyetek itt, ne párttagok. Ezek szerintem fontos dolgok. Mondtál az amerikai nagykövetre az imént? Hát ugye láthatóan ugye ő már korábban is katalizált ezt a folyamatot, bocsánat, hogy az influencerek... Egy idegen ország nagykövete ne akarjon katalizálni semmit. Nagyon jogos. Katalizálhatnék, ja van, menjen haza. Pont. De egyébként meg... Hát amit már, itt nálunk már úgy sem tud katalizálni, mert lemondott. De egyébként pedig... Talán a legjobb elemzés, azt hiszem Kócián Pétertől volt, hogy persze az tényleg nagyon felemelő, meg hát egy fontos jelzés is, amit itt a Péter is elkezdett mondani, hogy gyakorlatilag az elmúlt 14 évben ellenzéki oldalon, mert békemenet volt ekkora, ellenzéki oldalon 100 000-es nagyságrendű megmozdulás, nem, ez nagyobb volt, mint a netadós tudnélik. Tehát ez mindenképpen egy figyelemreméltó fejlemény. Viszont Kócián pont azt írja, szerintem ezt remekül meglátta, hogy ha csalódás van, vagy hiányérzet van, az ő úgy fogalmaz, hogy nem volt after party. Tehát, hogy oké, tök jó, van egy ilyen tünti, és tényleg többen vannak, mint bármelyik ellenzéki megmozduláson 2010 óta, na de és akkor utána mi van? Hát ez az after party-ről, amit beszéltünk. Jó, csak erre rögtön meg is adja a megfejtését, és én ezzel maximálisan egyetértek, hogy ez azért hiányzik ez az érzés, mert amikor megszervezik, amikor napi rendet adnak neki, és a többi, igazából ennek a megmozdulásnak nincs egy konkrét nyílhegye. Mert ha azt mondod, most mondok egy blödli dolgot, de hogy dobják meg a gyermekvédelemre fordított költségvetési kiadásokat x százalékkal, nyilván erre nem lehet majd tüntetést szervezni, én ezt értem, de hogy van egy konkrét követelés, akkor utána azt lehet úgymond után követni. Itt igazából nem tudod megmondani, hogy az elemi erkölcsi felháborodáson kívül egyébként konkrétan mi a célja. Hiszen lemondott a köztársasági elnök, lemondott a volt igazságügyminiszter, távozott a püspök úr is, na és akkor utána mi van? Volt egy konkrét követelés, az, hogy mindent nagyon alaposan tényleg vizsgáljanak ki, amire semmiféle kivizsgálás nincs, azért ezt nem tudom föltűnt. Könyörgöm, végigment, tehát a konkrét ügyben végigment. Nem a konkrét ügyet, a gyermekvédelmet. De mint ahogy létrejön egy gyermekvédelmi kerekasztal, tehát úgy tűnik, hogy elindul majd akkor az a társadalmi. Hogy talán a báb műsort azt ki lehetne hagyni, azért erre utaltak. Ahogy a Pottyondi nagyon jól megfogalmazta, szerintem ez kiváló mondat volt, hogy a szörnyeteg a magyar állam. Tehát nem a Fidesz, még csak nem is a NER, a szörnyeteg a magyar állam, és azért azt azt szerintem minden szónok hangsúlyozta, hogy nem az elmúlt két évről, nem az elmúlt egy évről, nem az elmúlt négy évről, vagy tizen, mit tudom, hány évről, hanem az elmúlt 30, mondhatták volna hosszabban is, évről van szó. Egy olyan történetről, ami egyre iszonyatosabb, egyre szörnyűbb, senkit nem érdekelt abból a szférából, amit politikának nevezünk. És ez igen fontos megállapítás, ami egyébként nem volt jellemző az ellenzéki megmozdulásokra. Na, fogalmazzunk így. Mert ez nem az volt hivatalosan. Na, Hont András? Én szeretnék elvonatkoztatni ettől a tüntetéstől, ami remélem, hogy a kezdeményezők meg tudják tartani a buzgalmukat a gyermekvédelem terén. Annyi hiányérzetem van minden megszólással kapcsolatban, ami most a kritika oldaláról jön, ami közben hangsúlyozza azt, hogy ez egy össztársadalmi ügy, és szeretne olyan jellegű megnyilvánulásokat tenni, amelyet tud dekódolni mindenféle párthoz tartozó szimpatizáns, vagy mindenféle politikai oldalnak a rokonszenvezője. Mindeközben az üzenetek mégiscsak, bármennyire te az államra gondolod, nagyon egy irányba
céloznak. Ha máshogy nem, akkor legalább kreativitásban meg kellett volna próbálni áthidalni. Mondjuk például olyan szlogennel, hogy ne bántsd a magyart, akkor se, ha kiskorú. Valami olyasmi, amit lehet jobbról, balról, bárhonnan. De mondom, szeretnék egy kicsit a tüntetéstől elvonatkoztatni, mert bárki bármit mond egy aktuális, civil, ellenzéki, bármilyen más megmozdulásról, akkor jön az, hogy na, akkor csináld te, neked semmi nem jó, fanyalogsz megint, és így tovább. Legalább csináltak valamit. Szóval addig szerintem tök oké, ami konkrét ügyekért kiáll valaki, és megpróbálja azt elérni. Netadó, boltzár, olimpia, bármi más. Ugye a pedagógus tüntetés pont itt csúszott félre, ezt beszéltük annak, de én sokszor, hogy ott egy normális bérharcot kellett volna folytatni, nem mást. Az is oké, ha valaki azt mondja, hogy kiáll politikai céllal, és ő szeretne pártot csinálni, vagy nem szeretne pártot csinálni, de szeretne egy új alkotmányt csinálni, és addig általános sztrájkra szólít fel, ameddig nem lesz olyan alkotmány, amelynek égisze alatt a társadalom egészen egyesülni tud. Sok sikert hozzá nem fog bejönni, de szerintem ez is egy releváns politikai cél lehet. De amikor felvetsz egy problémát, majd a megoldásod az lesz, hogy kormány, akkor ez a problémának a része, ez a Gyurcsány a hibás probléma. Azt is nagyon utáltam. Nem azért, mert Gyurcsány egyébként ne lett volna hibás egy csomó minden másért, hanem azért, mert önfelmentő. Egyszerűen mi magunk vagyunk a rendszer nagyon sok szempontból, mi számtalan káros beidegződésünk és butaságunk teszi azt lehetővé, hogy ezt okos hatalom ki tudja használni. Mondok valamit ezzel kapcsolatban, hogy engem szoktak vádolni itt mostanság szekértolással. Amikor már közeledett a kétharmad, akkor én, ugye volt nekem ezzel kapcsolatban számtalan vitám. És akkor azt mondtam, hogy szerintem ez azért nem olyan vicces, nem biztos, hogy ki kéne ezt próbálni, mert ez nem arról szól, hogy akkor majd kétszer olyan jól fognak reformálni, kétszer olyan keményen, és egy kicsit többet visznek haza. Ezt fel lehet használni másra. És bocsánat, András, ne haragudj, ne feledd szavad, konkrétan 2004-ben nekem telefonban megmondtad, hogy amit Orbán most csinál a párttal, ha még egyszer miniszterelnök lesz, ezt fogja csinálni az országgal. Így van. Na de, sietve mindig hozzátettem, hogy én nem abból indulok, hogy a Fidesz vagy Orbán gonosz. Ez nem erről szól. A politika természete ilyen. Na és akkor erre lecsaptak, hogy hát ez csak magyarázkodás, igazából bérrettegő, meg sértett fideszes, nem úgy van az. Na most az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik ezt mondták, most hápognak, hogy úristen, mit csinál a Fidesz? És ugyanazt tudom nekik mondani, amit akkor, hogy nem a Fidesz vagy Orbán a gonosz, hanem a politika természete ilyen. Csak ami akkor magyarázkodásnak hatott, az most mentegetésnek hat. Pedig az a helyzet, hogy a hatalom mint műfaj, az nem egy szép dolog. És egy politikus nagyjából megtesz mindent, amit hagynak neki. Elsősorban az iránt fog lépéseket tenni, hogy a hatalmat ne vegyék el tőle, de legalábbis ne szorítsák ki a pályáról. Ugye ettől fél mindig egy politikus. És mondom még egyszer, ugyanazt mondtam annak idején, mint amit most ezzel kapcsolatban mondani tudok. Ha azt akarjuk, hogy a politikánk tartalmasabb legyen, meg másmilyen legyen, először nekünk kéne változni. Még egy mondat, és aztán befejezem. Példának okáért azért sem szerettem a kétharmadot, mert ami utána jött, mert ez a forradalom illúziója. Igazából dobjunk ki mindent, körbe sem nézünk. Szerintem 90 és 2010 között rengeteg sok minden történt az országban köztük, jó is, de ehhez képest mindig jön ez a nagy magyar újrakezdés, na, akkor inkább menjünk vissza nullára az egészet, és attól félek, hogy megint ugyanez lesz egy virtuális forradalom, minden szembenézés, tapasztalatlevonás elmarad, és egy következő garnitúra majd újra ugyanazt végigjátsza, egy darabig az aktuális heti válasz azt fogja gondolni, hogy ez jó, majd aztán átáll a túloldalra, amikor kiderül, hogy ő kerül a rossz végére a botnak, és akkor aztán egy idő után feloldódik, és akkor jön egy idő. Ezt játsszuk folyamatosan nem tudom mióta. Ha már egyszer így alakult, nem én akartam kétharmadot, hanem a Szili László. Ha már egyszer így alakult,
akkor nézzük meg, hogy mi az, amit ebből tovább lehet vinni majd egy máskorban. Mi az, amit tartós, és mi az, amit ki kéne javítani, és mi az, amiben nekünk megváltozik. A politika természetéről, meg a hatalom természetéről szóló eszmefutatásodat én 100%-osan aláírom. Persze, ez így van, ezzel nincs probléma, és abban is igazad van valamilyen szinten, hogy állandóan azt látjuk, hogy mindig ugyanaz a körbetopogás, tehát újra és újra kezdünk ugyanolyan dolgokat. Én viszont úgy vagyok vele, hogy semmi nem tart örökké, és valamiből mindig ki fog jönni valami. Én mindig próbálok azért bízni az aktuálisban, elég gyakran pofára estem már azzal, hogy tényleg ugyanaz történik. Ebben most, és így szoktam egyébként máskor is, ebben most látok potenciált, látok lehetőséget, mert erről az előbb vitatkoztunk, tényleg úgy látom, hogy van valami repedés a monolit rendszeren belül. A rendszer valóban minden, mint egy gáz, ami a rendelkezésre álló teret kitölti, akármekkora a tér, legfeljebb egy kicsit higgabb lesz az a gáz, ami kitölti. Minden szintet megpróbál kitölteni, tehát nem tudjuk elválasztani egymástól a tiltakozásban a politikumot, és mondjuk a konkrét követeléseket, egy bérkövetelés, egyben politikai követelés is, ezzel a rendszerrel szemben fogalmazódik meg, mert ennek a rendszernek az igényeivel és az elvárásaival szemben lép fel. Ez a történet ugyanígy van, csak itt most sokkal nagyobb, és én úgy gondolom, hogy sokkal inkább a társadalmat átható problémáról van szó. Mondom, amit mindig próbálok leszögezni, azért, mert ez egy nagyon könnyen dekódolható morális történet. Péter, csak ezzel szerintem, hogy most van egy nagyon könnyen dekódolható morális történet, ezzel megint olyan szélesen nyitod a kaput, hogy erre hivatkozva bejön mindenki más. És én elhűlve néztem, hogy a Partizánban, hogy Gulyás Márton komolyan hallgatja azt az eszmefuttatást ettől a Magyar Péter nevezetű úrtól, hogy tulajdonképpen az a baj, hogy Rogán Antal a rendelkezésre álló propaganda eszközökkel, a megafonnal nem védte meg az ő volt feleségét, Varga Juditot ebben a helyzetben. Ebben egyetértünk. Nekem ezzel az a bajom, hogy igen, a gyermekvédelem nagyon fontos lenne, de akkor erre hivatkozva megint beszaladhatnak, aki még, hát tegnap pittyen neki a banki SMS a 2,6 millió forintos állami fizetéséről, a fele nagy forradalmi nekibuzdulásában azokat a fotókat rakja ki magára, nem is értem, miért rakja ki a posztjához, ahol azt mondja, hogy mit minden rossz családi részvénytársaság, és ott a jachton kiblőrözve, vagy micsodálva, ott, tehát a haverom... Nem jacht volt, ezt... Közölte ez. Bohár Dánielnek elmondta, hogy nem jacht volt, legyünk igazságosak. Csónak. Tehát nekem ezzel az a bajom, hogy ha már ennyire fontos szentügyünk van, mint a gyermekvédelem, akkor nem lehetne, hogy ennek a komolyságnak a mentén nézzük meg azt, hogy ki jön be és ki nem, hogy legalább a sor végére álljon. Ciklikussága annak, ami a rendszerváltás óta történik, hogy mindig a pentító az a másik tábornak a krémje akar lenni. Pentítóból mindig messiás csinálnak, igen. És ez szerintem szörnyű. Zoli, ez így. A gyermekvédelem, mint közpolitikai téma, onnantól kezdve, hogy 97-ben megalkották a gyermekvédelmi törvényt. Mikor, melyik pártot, ezt akár önkritikusan is mondhatom, melyik pártot érdekelte igazán? Egyiket sem. Semmi. Ennek egyébként a szociális szféra leépítésében is igazad van, de Péter, vagy ezt mondom, tehát, hogy nem csak az, hogy kik jönnek be. Én mondtam, tényleg azt mondtam az elején, vonatkoztassunk el a tüntetést, hogy legalábbis én elvonatkoztatok, mert aztán te meg tehetsz hosszas YouTube kritikát. Igen. Hogy nem is ez benne önmagában a lényeg, én tényleg kívánom nekik. Az Azariát ugye még fan barátunk oldalán még védtem is, hogy tartsák a gyermekvédelem területén az egészet, annak, hogy összegyűjtöttek egy csomó pénzt, pedig kifejezetten örülök. Ez egy... De abban a tized másodpercben, amint megkezdődik a felbontása a problémának, a csúnya hatalomnak, amelyiknek csak a szándékán múlik, hogy nem jó dolgokat csinál, és az ártatlan áldozatoknak onnantól az egész hamisság, mert nem ügyéljük az életünket. De akkor mondok erre egy példát a tüntetésről. Azért ugye, ha az van, hogy van ez a csúnya hatalom, amelynek az eredménye az, hogy a gyermekvédelem is olyan, amilyen, akkor ugye bár ebből következik az, hogy mert a csúnya hatalom mellé nem állsz oda. Nem veszel részt semmi olyanban, amely a hatalmat hatalmon tartja. Az egyik ilyen legfontosabb intézménynek szokták nevezni például a TV2-t, mint a legprofesszionálisabb bulvár intézményt. Hogy van az, hogy a TV2 több ismert arca a kezdeményezője a tüntetésnek? Ácsi, nekem egyébként nem lenne azzal bajom,
hogy valaki a TV2-ben dolgozik. Túl vagyunk ezen, miért tőle várnánk el? De akkor ne legyen ez a retorika, hogy van a gonosz hatalom, azt valakik megtartják, hát én délután 4-ig a hatalmat tartom hatalomban, délután 4-től meg megyek tüntetni ellene. Ez hogy van? Úgy van, hogy önmagában ez a felosztás már nem igaz, nem állja meg a helyét, nem így működik. Ugyanezt a kritikai megjegyzést, és ennél, hogy is mondjam, egyértelműen fogalmaznánk, hanem egy tévéstúdióban ülnénk, tehát forró lojcsöt küldöm szeretettel még Gulyás miniszter úrnak is, aki ugyanezt elkövette a Klubrádióval szemben, amikor azért, mert a Klubrádió vezetője csak hozta a szokott formáját, és közzétett egy meglehetősen tahó, nőgyalázó írásművet. Ezek után Gulyás miniszter hogy jön ahhoz, hogy felszólítsa embereket, hogy hagyják ott a Klubrádiót, mert dolgoznak ott? Mert ugyanis nem neveznek ki mindenkit minimális szakmai előélettel miniszterré. Meg kell ebben élni. De onnantól kezdve, hogyha ebben élünk, ebben a rendszerben, ki a Klubrádióban dolgozik, ki a TV2-ben, már nem csinálhatunk úgy, mint hogyha a világot ketté tudnánk metszeni a csúnya-csúnya hatalomra, és az ártatlan, tiszta szemű, csillogó szemű áldozatokra is az értük kiállunk. De várjál, az áldozatoknak ez semmi köze, mint társadalom egyébként szinten is áldozat vagyunk. A társadalomnak valahol áldozat. Annak meg a része azok a hat. Is, azok is, akik ezt konkrétan működtetik, és mi mindannyian, akik ebben az egészben részt veszünk. A társadalomnak része az állam. Mindenki része tulajdonképpen a társadalomnak. De mondjuk az, hogy az tiszta egyszerűen propaganda húzás volt, és szerintem tök béna, az Arató rettenetesen gusztustalan cikkéből ekkora balont fújni, ugyanis nem állnak arányban a dolgok. Tehát úgy csinálni, mintha az lenne a legnagyobb probléma, hogy egy bunkó bunkóságot ír, egy meglehetősen periférikus. És még dobhatott volna ne egy értettem, Péter, ezzel az egész botrány. Értetted, amit én mondtam? Én pont ezt kértem ki, hogy jön ahhoz. Nem, én nem vitatkozni akarok, én valamilyen módon azt mondom, hogy igen, ez így van, és valóban, a hatalom egy sokkal komplexebb valami, mint hogy kijelölhessük, hogy ő hatalom, ő meg nem, vagy magamra. Én mennyiben vagyok hatalom? Legközelebb, ha ott állsz, azt majd mondd el a mellette lévőknek. Én itt fejeztem be. De akkor, hogy egy rendes, döborista, marxista, kommunista forradalom lesz, én nagyon fogok örülni, csak ezt per pillanat aztán nem tudom elvárni. Tehát, hogy mindenki Lukács György, meg mindenki Gidobor legyen az utcán. És kérlek, hogy előtte küldjél egy üzenetet. Legalább legyen egy kicsike kis előnyöm a futásban. Együtt fogjuk Recskén a követ fejteni. Páran azért fogalmaztak alpári módon szerintem politikusok is az elmúlt napokban vagy hetekben, de ezt itt zárjuk le. Van pár percünk, és érdekel a véleményetek, hogy hogyan tovább. Ugye a frakcióülésen elvileg kitalálják majd, hogy ki lesz az új köztes. Nem a frakcióülésen, ott szerintem bejelentik, azt kitalálják holnap. Szerintem már kitalálták. Az is. Hogyan tovább, és mi a véleményetek arról, hogy ugye az ellenzék próbál bedobálni neveket, és közvetlen köztársasági elnök választást erre van. Nekem azzal semmi bajom, tehát én nem tudom, hogy ezzel itt páran köszönülik a nyelvüket, én elég rossz véleménnyel vagyok az ellenzéki pártokról amúgy, de az, hogy egy olyan köztársasági elnök választásnál, nyilvánvalóan egy ellenzéki jelöltnek sem együtt, sem külön, semmiféle esélye nincsen. És miközben egy olyan választási kampányban vagyunk benne, ami arányos, tehát mindenki mindenkinek a farkasa, az, hogy az ellenzéki frakciók ezzel is próbálják magukat pozícionálni, megmutatni, hogy ők milyen kompetensek. Megint csak azt tudom mondani, ez a dolognak a természete. A közvetlen elnök választással pedig én meg már bátorkodtam 89. novemberében is egyetérteni, leginkább azért, mert a magyar rendszerben nagyon kevés olyan lehetőség van az általános választásokon kívül, ahol az emberek közvetlenül beleszólhatnak a hatalom dolgaiba. Ráadásul mióta elvették az emberektől 12. január 1-jel a jogot, hogy az Alkotmánybírósághoz szabadon fordulhatnak, ez még jobban beszűkült a Nemzeti Konzultáció című marhaságra. Két nagyon rövid dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az lenne a jó, hogy azok az ellenzéki pártok, akik most jelölnek, vagy legalább bejelentenek köztársasági elnök jelöltet, se a gondolatot, se a személyt ne dobják ki utána, mert az borzalmas látni, hogy mi korábban megpróbálkoztak Majtényi Lászlóval, meg Róna Péterrel, a bukott elnökválasztás másnapján vissza is adták őket az egyenes beszédnek. Tehát, hogy köszönjük szépen, kibéreltük őket, de akkor most menjenek vissza és nyilatkozzanak ott. Tehát nem épült sem a gondolatból, sem a személyből semmi, és a másik, ez a stratégiai fontosságú dolog lenne, hogy
azok a parlamenti szereplők, akik köztársasági elnököt jelölnek, azok nem mondják holnap, hogy ők rendszerellenzékiek, tekintve, hogy a leghagyományosabb parlamenti működésnek az egyik velejárója, hogy megpróbálok köztársasági elnököt jelölni. Tehát, hogy... Ugyan már ne legyél telhetetlen, Zoli, én arra emlékszem, ha már Majtényi Lászlót emlegetted, 16 novemberében Majtényi László felháborodott, hogy mi miért mentünk bele az alkotmánybíró jelölésbe, ezzel mi a rendszert szolgáljuk. Eltelt fél év, és Majtényi László bement bohóckodni a köztársasági elnök választásra. Szimbólum volt ti esetetekben, az egy konkrét politikai eredmény volt. Én egyetlen dolgot mondani... Akkor Hatházi Ákos volt az LMP elnöke. Szóval... Az, hogy én azért megvédem 89 őszén, szerintem az arra a politikai pillanatra nem. Egy helyes döntés nem született. Volt helyes. Szerintem, de. Rendkívül alapvetően volt. De, és hogyha a parlamentáris rendszer van, akkor az legyen parlamentáris rendszer. Szerintem ez az érv tovább nem tartható. Magyarország, Görögországról elfeledkeztem, amikor ezt értem, kettő ilyen ország van az Unióban, Magyarország meg Görögország, ahol így választanak köztársaságért. Nem, nincs igazad. A görögöknél, ha nincs konszenzus, nem könnyen jön össze a kétharmad egy blokknak, ha nincs konszenzus, megy a parlament a lecsóba. Egész Európában, nem az Unióban, öt ország van, ahol a mindenkori kormány többség gát nélkül választhat államfőt, Lettország, Magyarország, Koszovó, Albánia és Málta. Ebből hárman vagyunk. Lehet, hogy Lettország is, unión kívül, akkor Görögország. A konszenzus az a lényeg, unión belül ebben már nem tartható ez a fajta állam. Édes, egyszer volt, amikor rendszeren kívül próbáltak köztársasági elnököt választani, az alternatív köztársaság választás, ott is megpucsolták a Dokmen javára a Bartos Csabát, úgyhogy innentől kezdve semmiféle bizatom van. Egy hét okosabbak leszünk majd ebben is, úgyhogy erről is fogunk majd beszélni. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Reggel pedig tartsanak velünk ismét a Startban 6.30-tól. Például Márki-Zay Péter lesz a vendégünk, aki szintén erősen fogalmazott egyébként a kampányítóján. Jó éjszakát, viszontlátásra!